Sziasztok, üdvözöllek titeket a Vlogmas 19. részében. Hát vészesen közeledünk az utolsó epizódok felé, vagyis igazából ez már egy az utolsók közül, ugyanis amikor elkezdtem ezt a napi vlogot decemberben, akkor nagyjából úgy képzeltem, hogy olyan 20 részt fogok készíteni, hiszen a legelején mondtam nektek, hogy nem akarom nagyon szuper szigorúan tartani magam ahhoz, hogy minden nap lesz rész, hiszen tudom már tavalyból kiindulva, hogy lesznek olyan napok, amikor túl fáradt vagyok, túl elfoglalt, vagy pont, hogy nem történik velem semmi, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nagyjából 20 részt fogok tudni megcsinálni, és hát ez már a 19. De szerencsére egyébként pont jól jön ki, hiszen ha jól számoltam, akkor 23-án fogjátok megkapni belőle az utolsó részt, és utána pedig már karácsony, vagyis Szenteste napja, akkor pedig úgyis mindenki a családjával van, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy azért én egy kis válveregetést adok magamnak, mert szerencsére nagyon jól sikerült tartanom magam ehhez a vloghoz, de erről még ne beszéljünk, mert majd a holnapi részben fogok így elköszönni, meg elmesélni, hogy milyen is volt ez nekem. Most egyébként én már Attillát várom, ugyanis mindjárt át fog jönni, kajálunk, és utána pedig várjuk Gábort, ugyanis így hárman el fogunk menni korizni, mert idén még nem voltam, és csörög is a telefonom. Végül is akkor nem is Attila fog először érkezni, pedig vele 1:30-ra volt megbeszélve, Gáborral 2-re, de Gábor most telefonált, hogy igazából ő már itt van, úgyhogy mindjárt kész a csipet csapat, ezt pedig innen elveszük. Képzeljétek, még a tegnapi fotózás kapcsán Anti kirakott egy Insta-sztorit, amin a 4-es meg a 0-as lufival vagyunk, és odaírta, hogy boldog 40. születésnapot, egyértelműen ugye viccből, és hát nem fogjátok elhinni, hogy mennyi Insta üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, hogy hát nem is néztek 40-nel, és egy részén éreztem a humort, hogy csak viccelődnek, de meglepően sokan teljesen komolyan gondolták, úgyhogy nem tudom, hogy ez azt jelenteni, hogy ennyire jól tartanám magam, ha 40 lennék, vagy hogy reálisnak tűnik számotokra, hogy 40 vagyok, de akkor nem gondoltam volna, hogy ezt így ki kell mondanom, de szeretném most mindenkiben megerősíteni, vagyis inkább cáfolni, nem vagyok 40 éves. 26. Tudom, már sokak számára az is soknak számít. Már úton vagyunk a koripályára, úgyhogy itt van Gábor. Hello! Őt nem zavarjuk most, mert a vezetésre koncentrál, és itt van Csecse Attila is. Csecse Attila, sziasztok! Aki most elég másnapos, úgyhogy... Miről beszélsz? Magadról beszélünk? Magadról beszélünk? Hát látni az arcodon. Én üdő vagyok és friss. Szóval nem a Városligeti nagy jégpályára megyünk, hanem Csepelre, erre a jégfolyosóra. Na igen, ugye? Mondtam, hogy másnapos. A jégfolyosóra megyünk, ahol még egyikünk sem volt, viszont a képek alapján nagyon érdekesnek tűnik, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz. Ugye főleg ilyen keskenyebb részekről láttunk képeket, bízunk benne, hogy nem lesznek 1 millióan, azért még elég korán megyünk. Hát, vagyis már nem. Vagy mire odaérünk, már nem lesz túl korán. Bízunk benne, hogy nem futunk bele sok osztálykirándulásba, hiszen utolsó nap van nagyon sok helyen, sok suliban. Úgyhogy majd jelentkezünk. Már itt vagyunk. Én éppen ilyen profin megyek, nézzétek. És aztán ott van, jaj, bocsi. Úristen, balesetet szenvedtem a vlogban. Első lépéseknél tartunk. Egyelőre sokkal bénább vagyok, mint gondoltam. Úgyhogy lassú. Én pont erre számítottam. Nem ám. Köszönöm. Akkor is, ha ő ilyen csúnyát az mond róla. Nem, de is jól tudod. Jaj, ne vigyázz! Üdvözlök mindenkit Attilának a profi jégvlogjában. Na mutasd a figurákat! Azt nézd! Az igen! Amúgy tényleg nagyon profi Attila. A tripla axelre várunk, Gábor. Most lesz? Mutatja Attila, oda. Már hol van? Most éppen vlogozok a Fruzsinak, ugyanis ő nem elég jó youtuber, és megkért, hogy én gyártsam nektek a tartalmakat. Szóval most jön is Attila jégtrükkjei. Menjünk! Első trükk, hátrafele menet. Jaj. Semmi baj, majdnem nekem jöttek, de nem baj.
Na menjünk. Picit ordít a zene ma is, de időközben, ahogy láthatjátok, teljesen besötétedett, és iszonyatosan hangulatosak itt a fények. Szóval nem csaltak azok a Google képek, és tényleg gyönyörű amúgy ez a hely, de már rengetegen vannak. Most már hazafelé tartunk a korizásból, úgyhogy egy gyors értékelést kérek a résztvevőktől. Gábor, hogy tetszett? Nekem nagyon tetszett, hangulatos. Főleg így az éjszakai fényekkel. Attila, hol vagy? Itt vagyok. Jaj, de piros most, vagyok. Hogy már nem vagy annyira másnapos. Szerintem én 10-ből 7 pontot adok rá, mert nekem tetszett, de nagyon kicsi volt az egész, és ez a folyosós rész nagyon szűk, szóval egyfolytában. Vagy én mentem neki az embereknek, vagy ők jöttek nekem. Fókusz, és de maga Insta szempontból nagyon jó a helyez, hogyha valaki akar képeket csinálni, meg a büfé is jó volt, meg amúgy a jégkoripál is jó, csak kicsi, szóval nekem emiatt 10-ből 7. Szerintem is szuper volt egyébként, tényleg most már a vége felé főleg nagyon sokan voltak, de tök hangulatos a folyosós kialakítás is, de ha igazán korizni szeretnétek, akkor valószínűleg tényleg egy ilyen nagy pálya jobban működik. Ezt nézzétek, hogy begöndörödött a hajam. Ugye teljesen egyenes hajjal indultam el, és az a ködös párás idő ezt csinálta vele. Na de kezdem a legfontosabbal, ugyanis képzeljétek el, sikerült lenyomoznom azt a magyar együttest, amit tegnap véletlenül láttam a Vörösmarty téren az adventi szabadtéri színpadon. Ugyanis ki volt írva a nevük, hogy 7 Seconds Loop, viszont ezzel a névvel semmilyen találatot nem találtam az interneten. Se a YouTube-on, se Spotify-on, se csak ilyen általános Google keresésnél, viszont megtaláltam őket, azt hiszem, de nem ez a nevük, hanem az, hogy 7 Second... Na várjunk. Most mondom, hogy már még egyszer rosszul mondjam el. Szóval az a nevük, hogy 7 Seconds in the Future, és valóban ilyen loop alapú improvizációs zenéket csinálnak, úgyhogy én el tudom képzelni, hogy lehetséges, hogy a szervezők eltévesztették a nevüket, viszont én már nagyon örülök, hogy megtaláltam őket, és YouTube-on van is fent néhány zenéjük, nagyon ajánlom nektek, legalábbis nekem baromira bejött ez a stílus, úgyhogy most megvan, hogy mit fogok hallgatni. Aztán arra gondoltam, hogy ennek a mai videónak a végére válaszolnék néhány kérdésetekre, ugyanis Instagramon feltettem egy ilyen kis kérdezfelelekes kérdést számotokra, és gondoltam, hogy még egy vlogban sem volt ilyen kis beszélgetős rész, úgyhogy miért ne lehetne már így itt a vége felé. Úgyhogy kiválasztottam néhány kérdést, nem lesz olyan sok. Mi a kedvenc karácsonyi ételed és italod? Hát nálunk nagyjából minden évben szerintem elég hasonló szokott lenni a menü, és én azt nagyon szeretem önmagában. Halászlé, imádom a halászlét. Aztán az utóbbi években mindig ilyen békönben tekert csirkét szoktunk enni, ami belül meg van töltve aszaltszilvával. Azt is nagyon szeretem, úgyhogy ez a kettő nálam abszolút nagy kedvenc. Remélem egyébként jól mondtam, és tényleg ezt szoktuk enni, de szerintem ez szokott lenni karácsonykor. Sütemények terén nincs ilyen kifejezett karácsonyi süteményünk. Nyilván mézes kalácsot ugye minden évben szoktunk csinálni, viszont én igazából nem szeretem annyira a mézes kalácsot enni, csak így a díszítés részét élvezem nagyon. Úgyhogy azt hiszem nincsen kifejezett karácsonyi sütünk, és karácsonyi italom, ha annak nevezhető, ez a házi tojáslikör, krémlikör-szerűség, amit ugye az előtti videóban mutattam. Van valamilyen karácsonyi családi hagyományotok, amihez ragaszkodtok? Gondolkoztam ezen, és egy dolog eszembe jutott, ez talán annak hívható, hogy van egy ősrégi, felhúzható kis csengőnk, ami egy ilyen karácsonyfa dísztet, kb. Ilyen ekkora nagyságú, és az ajándékbontogatás előtt azt mindig felszoktuk húzni, pedig hát szegény, borzasztóan csúnya, úgyhogy általában a karácsonyfa leghátsó részéhez azért el van dugva, és akkor ilyenkor elő szoktuk venni. Lesz olyan videó, amiben megmutatod nekünk, hogy mit kaptál és adtál karácsonyra? Hát ez egy nagyon-nagyon gyakori kérdés, amit mindig megkapok tőletek ilyenkor karácsony környékén, és nem lesz ilyen. Sosem készítettem olyan videót, hogy mit kaptam karácsonyra, mert nekem nem erről szól, hogy utána ezt mutogassam, és ez amúgy egy nagyon furcsa dolog, mert szóval nekem nincsen semmi bajom azzal, ha más készít ilyen videót, sőt, nagyon szeretem nézni ezeket a videókat, de valahogy így nekem magamtól ez így nem jönne komfortosan.
mármint olyan furcsának érezném, hogy ha valaki személyre szólóan nekem ad valamit ajándékba, azt szerintem nem azért adja, hogy utána mutogassam az interneten, vagy nem tudom, ez ilyen furcsa jön ki. Szoktam megmutatni akár ilyen Insta-sztoriban valamit, de hogy kifejezetten erről videót készítenék, azt nem hiszem. Gondolkoztam rajta, hogy készítsek a videót arról, hogy másoknak mit vettem ajándékba, mert egyébként akár így ötletek terén is tudna ez esetleg nektek segíteni, de azt is olyan furcsának érzem. Szóval nekem ez, a karácsonynak ez a része inkább megmarad a személyesebb, privát vonalom. Mi az az ajándék, amit bárkinek megfelelőnek tartasz, hogyha nem tudsz mit kitalálni? Én nagyon hiszek az élmények ajándékozásában. Szerintem színházjegyekkel például nem lehet mellélőni, ha tudsz olyan színdarabot, amit már esetleg láttál, vagy mindenki ajánlott, hogy egészen biztosan jó, én nagyon szeretem a különböző vígjátékokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ajándék, illetve nálunk a családban, de nem tudom, hogy ez mennyire családspecifikus, de szerintem mindenki nagyon szereti a fizikailag lapozgathatós fényképalbumokat. Manapság olyan keveset nyomtatunk már ki fényképeket, pedig annál jobb nincs, amikor így fizikai formában tudod megnézegetni őket, és nem a laptopon, vagy nem a telefonodon, és szerintem tök jó akár egy ilyen kis gyűjteményt csinálni, és ezt lehet adni bármilyen családtagnak, barátnak is akár. Szoktál küldeni karácsonyi képeslapot a távolabbi ismerősöknek? Sajnos nem, pedig tavaly is, illetve idén is elterveztem, hogy ezt meg szeretném csinálni, és nem is feltétlenül csak a távoli ismerősöknek, hanem akár barátoknak is, akikkel rendszeresen találkozom, mert ez megint csak egy olyan dolog, amiről így eléggé leszoktunk, pedig én személy szerint nagyon örülnék, ha teljesen váratlanul kapnék valakitől egy ilyen kis kedves karácsonyi képeslapot, és igazából idén fel is írtam a karácsonyi bakancslistámra, hogy ezt majd szeretném megcsinálni, de az az igazság, hogy valószínűleg idén is elmarad, úgyhogy jövőre nézzetek a körmömre, és mondjátok, hogy igenis csináljak egy ilyet. Most itt zárom is a soraimat, mert nem tudom, hogy mennyire tartjátok érdekesnek, vagy épp unalmasnak az ilyen kérdezfeleleket már, mert elég rég volt a csatornán, szóval nem kérdeztelek meg benneteket ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem akartam ezt itt nagyon elhúzni, de ha szívesen látnátok ilyet, akkor akár készítetek belőle majd teljesen önálló videót is, vagy ha gondoljátok, akkor így időnként tarthatok Instán egy ilyen kis válaszolgatós időszakot, amikor így válaszolok az ott feltett kérdéseitekre. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok ma is. Én most picit pihengetek, mert azért annak a tegnapi bulinak megvan a bőtje, úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok!